A kiskőrösi klub több csapata is pályára lép október 16-án szombaton. Az U15-ös lánycsapat ezen a napon 10 órakor fogadja hazai pályának Kecel FC gárdáját. Az U14-es fiú együttes 10 órai kezdettel hazai pályán játszik a Makó gártájával. Az U16-os csapat János pályára 10 órai kezdettel. Az U19-es együttes 12 óra 15 perces kezdettel fogadja a Kiskunhalas FC A csapatát a megyei első osztályú gárda 14 óra 30 perces kezdettel a Tisza Kécskei LC második csapata ellen játszik idegenben. A megyei harmadosztályú együttes délután fél háromkor látja vendégül hazai környezetben a császártöltés EFSK -e csapatát. Október 17-én vasárnap Bozsik torna lesz a városi sporttelepen az U7-es és U9-es korosztály számára, mely délelőtt fél tízkor kezdődik majd. Ezen a napon az U13-as csapat 10 órai kezdete, Békés Csabánlé pályára, a megyei első osztályú női csapat pedig 14 óra 30 perckor fogadja János Halmi Aranybácska együttest. Több mérkőzést játszanak a kiskőrösi KSK férfi kézilabdázói. Október 14-én Csütörtökön 16 óra 15 perces kezdettel fogadja az U16-os csapat a Dunakeszi együttesét. Ugyanezen a napon az ifjúságiak 17 óra 30 perckor lépnek pályára hazai környezetben a csurgó fiataljai ellen. Az NB2-es felnőtt csapat október 15-én pénteken 19 órakor fogadja a PEAC gárdáját. A Városi Sportcsarnokban október 16-án U14-es torna lesz, amelyen a Kiskürösi KSK fiataljai 9 órai kezdettel a Dunaújvárosi AC, 14 órai kezdettel pedig a Mise KC együttesével mérkőznek meg. A kiskörösi nkss női kézilabda csapatai közül két gárdalé pályára a hétvégén. Az ifjúsági együttes október 15-én pénteken 17 óraig kezdettel fogadja a kiskunmajsai káci együttesét. A megyei első osztályban szereplő csapat október 17-én vasárnap szomszédvári rangadót játszik, 11 órakor a Soltvatkerti TIE együttesét látják vendégül. A HC körös Spartak jégkorong csapatai közül három korosztályos együttes is Jászberényben lép pályára. Október 16-án szombaton 14 órai kezdettel az U14-es gárdal játszik az FC 60 gigászai ellen. Október 17-én vasárnap szintén az FC 60 gigászai ellen lépnek pályára, amikor az U16-os Gárda 11, az U12-es fiatalok pedig 13-30 perckor küzdenek meg ellenfelükkel.